fiatal, nagyon sokat futó, nagyon tudatos futsalt játszani próbáló csapat, aminek a játékát megpróbáljuk megölni kellő időben, illetve próbáljuk az akaratunkat rájuk erőltetni. Remélem ez sikerülni fog. A házigazda Újpest csapata az nyilván előrébb tart, mint mi. Jobb képességű játékosok alkotják a keretét, de egy mérkőzésen bármi előfordulhat. Én mindig azt mondom a csapatnak, hogy nem azt kell nézni, hogy az ellenfélbe kijátszik, hanem hogy a saját teljesítménye. Vagy ha magába kihozza 100%-ot, akkor bármi benne van a mérkőzésben. Az Alsóház Illóvasa az Újpest oda-vissza legyőzte az alapszakaszban a Világos Mezes MFA-t, ezúttal viszont a fővárosi derbin a vendégek kerültek előnybe Lőrinc Máté révén. Kicsit nagyobb nyomásra számítottam az ellenfél részéről, nem voltak top formában, ez a mi szerencsénk szerintem, mert azért azt el kell ismerni, hogy az Újpest csapata előrébb tart a miénknél. A 11. percben Lipül Noel ugyan kiegyenlített, de a házi góllövő lista harmadik helyezettje Tarpai Dániel találatával negyed óra elteltével ismét a vendégek vezettek, akiknek az előnyük az első félidő végéig kitartott, a második játékrész elején pedig tovább nőtt. Hát az első félidőben volt egy kiállítás, ami áttolódott a második félidőre, így 4-3-ba kezdtük a második félidőt, jött egy lepassz a hosszúra, át akartam rúgni a csapattársamnak, és bepattant, szerencsénk volt, de örülök, hogy így alakult. A 27. percben Vékhelyi Balázs is beköszönt, az MFA pedig innen a vezetést már nem engedte ki a kezéből. Az alsóházi rájátszás az mindig élethalál. Most is láttuk, nyertünk, megelőztünk két csapatot, hétfőn még kieső helyen voltunk. Talán az idei legrosszabb játékunkat mutattuk be. Így is ki tudtunk dolgozni a helyzeteket, de az utóbbi időben komoly probléma van a helyzet kihasználásunkkal, és ezzel megbosszulta magát a meccsen. Nagyon is sajnálom, akik kijöttek a meccsre, és ezt kellett látniuk. Igazából nem is erre a 40 percre kéne kitérjek, hanem az elmúlt három meccsünkre. Borzasztó, sajnos nem tudom máshogy jellemezni. Próbáltunk mindig mást mutatni, edzéseken átbeszéltük, hogy nem lesz jó, most akkor jó lesz, máshogy álljunk bele. Sajnos ugyanez lett a vége. Horváth Benedek ugyan szépítette a végjátékban, de az MFA így is 4-2-re győzött, amivel feljött a 10. helyre. Tóth Szabolcs csapata legközelebb a Nyíregyházát fogadja, míg az Újpest az Eltebeacot látja vendégül. A mentális rész lesz most nagyon fontos, azt gondolom, illetve tisztázni kell, vagy össze kell rakni a széthullott darabokat, hogy megint működőképesek legyenek.